Civil szervezetek képviselői, nemzetiségi vezetők és a velük naponta kapcsolatba kerülő hatóságok, valamint iskolák vezetői képviselői vettek részt a Tolna megyei önkormányzat által szervezett fórumon. A hátrányos helyzetű munkavállalók, úgy mint a romák, a nők, az idősek vagy értelmi fogyatékosok munkaerőpiaci lehetőségeiről egyeztettek a szakemberek. Kevés az a munkahely, ahol hely tudnak állni, így van, mert gyakorlatilag a szakképzés is Tolna megyében elég kevés az a lehetőség, ahova mehetnek, és a munkavállalók sem szívesen alkalmazzák őket. Tisztelet a kivételnek, 4-5 fiatalunk van hosszú évek óta ugyanazon a helyen, tehát azért tisztelettel is tartozunk. Pontosan ezért indította el a Tolna megyei önkormányzat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeknek szánt felzárkóztatási programot. A Tolna megyei önkormányzat próbál a megyében lévő hátrányos helyzetű társadalmi rétegeknek segíteni. A megyében 3%-os a munkanélküliség. Én azt gondolom, ezeknek az embereknek még mindig van lehetősége, hogy dolgozzanak, és ebben próbálunk élen járni. A 3%-os munkanélküliségi ráta pedig kimagaslóan jónak számít országosan. Borsod megyében például ugyanez a száma 8%-hoz közelít. A fórumon előadó szakértő szerint a felzárkóztatáson nincs egységes séma. Mindenhol a helyi sajátosságokat kihasználva lehet segíteni a hátrányos helyzetűeket. Én nagyon bízom abban, hogy az agrárium kérdése az a legtöbb vidéki helyszínen, a legtöbb vidéki közösségben komoly segítség lehet. Kimondottan bízom abban, hogy itt Tolnában a paksi beruházás nagyon sokat dobhat azon, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, ahol egyébként szükség lenne képzett emberekre, adhat egyfajta olyan lendületet, hogy azok, akik eddig esetleg nem tartották fontosnak a szakmaszerzést, azok talán ezt átgondolják. A Tolna megyei önkormányzat felzárkóztatási programja 2020-ig tart, most a lehetőségek felmérésén dolgoznak a szakemberek, ezt követi majd a megvalósítási időszaka.